És akkor ez már a napozó terasz, vagy ez melyik? Igen, az lesz. Jól halad a kivitelező az új medence építésével. A falak már állnak, és a vízforgató berendezés gépészeti munkálatai is a végéhez közelednek. Jelen pillanatban azok a részek következnek, amelyhez a vállalkozó úgy döntött, hogy egy sátrat húz a medence fölé, hiszen ezek a egymásra épülő folyamatok nem állhatnak meg az időjárási körülmények és viszonyok miatt. Ugye tudjuk, hogy a burkolás sem nagy esőben, sem nagy hidegben, sem a túl nagy melegben nem lehet elvégezni. És hát nyilván a gépészeti telepítéseknek is van olyan része, amely feltétlen időjárástól függetlenül kell, hogy beépítésre kerüljön. Ezért döntött úgy a vállalkozó, hogy egy sátrat húz a medence fölé, és így nem zavarják a következő munkálatokat az időjárási körülmények. Így tudja tartani azt a határidőt, amely várhatóan a nyár közepén fog bekövetkezni. Oda jön a lépcső, csúszda. Csúszda. Itt pedig az a kis jacuzzi rész. Jacuzzi rész található, ez a kis része. A medence építésből már csak hetek vannak hátra. Még ebben a szezonban birtokba vehetik a karcagiak az új medencét, amely az előzővel ellentétben korosztálytól függetlenül mindenki számára használható lesz.